Az csak természetes, hogy az embernek rengeteg dolga van az életben, az is természetes, hogy időnként nem tudja elvégezni némelyiket. Vannak halaszthatatlan dolgaink, ebben segít most nekem Csabi, hogy addig, amíg ő megcsinálja azt, amit nekem kéne csinálni, addig én elkészíthetem ezt a vlogot. Különböző vélemények lehetnek arról, hogy mi egészséges és mi nem. Az is igaz, hogy sokkal inkább foglalkozunk a sikerességgel, mint az egészséggel. De van egy olyan pont, amikor nem lehet már mással foglalkozni, mint hogy rendbe tegyük az életünket, mert az lesz mindennek az alapja, hogy te magad egységes vagy, egészséges vagy, és képes vagy teljes, maximális erőbedobással előre menni. Na, ott van az a probléma például, amikor túlsúlyos valaki és fogyószókúrázni szeretne, vagy aluledzetni szeretné, az állóképességét javítani, vagy ott van az, hogy vizsgára készül és jó lenne már elkezdeni tanulni, de egyébként már rég elkomantotta az egész időt. Ilyenkor mindig vannak vádak, és a másik embernek mindig vannak kifogásai, hogy azt miért nem csinálja, hogy én diétáztam, én csak a felét eszem meg a dolgoknak, aztán kiderül, hogy bármikor nézzük, mindig az egészet megeszi, de ő ezt nem tudja meglátni saját magán belül. Olyan jelekről szeretnék beszélni, amikor egyértelművé válik, hogy nem az a cél, hogy a másikkal szemben egy vitát megnyerjünk, nem az a cél, hogy lefogyjunk, vagy nem az a cél, hogy igazunk legyen, hanem egyetlen cél van, hogy az életben érvényesülhessünk, boldogok legyünk. Olyan jelekről szeretnék beszélni, amit ha meglátsz saját magadon, akkor meg tudod tenni a kezdő lépéseket, és lesz erőt folytatni is. Ezek a jelek, ha megtörténnek, ha ezeket a jeleket felismered, akkor legyél erős, és legyél őszinte annyira magadhoz, hogy felismerted és bevallod, hogy felismerted, tehát létezik, és csinálni kell valamit. Néhányat szedtem össze, azokból, amelyeket én saját magamhoz is szoktam vizsgálni, és másoknál is megfigyelek, hogy valahogy a viselkedésükben, a háttérben mi zajlik. Ilyen például, hogy van több asztalom, több területem, ahol dolgozom. Az egyik az a munkaasztalom, ahol az embereknek segítek, ez az asztal például az, ahol most ülök. Itt tartom a vlogokat, itt van a konzultációk, a coachingok, mindent ebben a szobában, ennél az asztalnál csinálok. Ebben a szobában mindig rend van, itt mindig élére vannak állítva a dolgok, itt nincsen szemét, nincsenek cetlik, nincsenek el nem végzett feladatok. Gyakorlatilag, amikor ide jövök ebbe a terembe, ehhez az asztalhoz, akkor a maximumot tudom nyújtani abból, amire képes vagyok. Nincsenek veszteségek, és ha valamit elkezdek, azt be tudom fejezni, és mindennek a végére tudok járni, minden sikerül tulajdonképpen. Van egy másik asztalom, ez a háttérvilágom, az a háttérvilág, amelyik szervezi a programjaimat, amelyik a saját magánéletemet rakja össze, amelyet teljesen elhanyagolok éppen azért, mert valahol a maximálisat belerakom, és nagyon odafigyelek, és a másik helyen viszont mindig vannak veszteségek, és azt mondom, hogy na, ezt majd megcsinálom, ehhez nincs időm. Az is igaz, hogy ott annyi feladat van, hogy egyszerűen nem érek a végére. Nagyon sokszor még a listát sem tudom befejezni, hogy mennyi dolgot kell csinálni. Na, ez az asztal, ez egy kaotikus, ott soha nincs rend, illetve időnként van rend, néhány havonta rendet csinálok, és rendszerezem a cetliket, de rengeteg cetli van, annak ellenére, hogy kidobom azt, ami már el van végezve, de ott mindig elakadnak a feladatok, és ez egy jel arra, hogy az életem nincs rendben, az alapok nincsenek rendben, hiába tudom a maximumot nyújtani, ez egyszer csak nem áll majd a rendelkezésemre, mert az alapok, ha nincsenek rendben, akkor előbb-utóbb az egészségben lesznek olyan problémák, amitől majd nem fog tudni dolgozni, előbb-utóbb lesznek olyan konfliktusaim, amitől nem tudok majd koncentrálni a feladatomra, és az már a végső jel, hogy a rendezett szobában nem lesz rend, a rendezett szobában nem tudom megtartani azt, ami szükséges a feladat elvégzéshez.
Nem az a lényeg, hogy rend legyen, hanem ez a kivetélésed, az, hogy milyen rend van körülötted, az megmutatja azt, hogy belül te milyen vagy. Például egy fiatalnál, egy tinédzsernél minden változik és minden kaotikus, teljesen jó értelembe véve, ezért ott a káosz a szobájában az teljesen természetes, és nem szabad rendet rakni nála, majd ő szépen rendbe rakja akkor, amikor eljön az ideje, lehet neki segíteni esetleg, vagy felemelni a plédet és ott a kiporszívózni. De nem szabad elrakni semmit, mert ez az ő világa. Na, ilyen világod van neked is, és nézz körül abban, hogy hol van rend, és hol nincs rend. Ha valahol nincs rend, akkor gondolkozz el azon, hogy az milyen területed, és abban majd kell valamit csinálni. Van természetesen más jelek is, ilyen például az arcod. Hogy milyen az arcod? Nézd meg a fényképeken, hogy milyen arcot vágsz. Nézd a tükörbe, hogy milyen a képed, és háromféle arcot különböztetünk meg. Az egyik a nagyon gondterhet, mindig össze van húzva a szeme, az ráncos a szemöldöke, és az arcán is több ránc van, és látszik, hogy egy kicsit nyúzott, nincs mosoly az arcán, és hát búval baszott az egész ember, és a kinézete is ilyen. Próbál persze a szelfiken más arcot és más képet mutatni, de az nem nagyon sikerül. Látszik a szemén is, hogy valami nincs belül rendben, és hiába próbálja kívülre kirakni azt, hogy az élet rendben van, nála mégsem mennek jól a dolgok. Ott van a második arcod. A második arc az, amikor nagyon happy vagy, és állandóan boldog vagy, és sugárzik belőled minden, és mindig csak nevetsz, és a ráncok, a nevető ráncok jelennek meg, és bárki találkozik veled, azt látják, hogy te nagyon boldog vagy, és mindig az átlagon felüli ez a boldogság. Ez is egy kicsit gyanús, hogy ez így van. Általában ezekből van egy hirtelen bekövetkező hatalmas nagy zuhanás, és nagyon nehéz belőle kijönni. Van a harmadik arc, valahol a kettő között egy olyan kiegyensúlyozott állapotról beszélek, amikor ez valahol a semlegességnél van, de a mosoly oldalán. Tehát egy nagyon kicsit a szád és a szemed mosolyog, de nem úgy, hogy azt mondanánk rá, hogy na ez mosoly, hanem azt, hogy ez egy kiegyensúlyozott, nyugodt állapot. Ez olyan, mint amikor valaki nagyon kellemesen alszik, és akkor ha lefotózzuk, akkor az a nyugodt alvás, nem az a horkolós, szárnyítós, állkapcsolós, bólogatós alvásról beszélek, hanem az a tényleg nyugodt, relaxált állapot, de mindez ébren, úgy, hogy közben beszél, és ez az alapja annak, hogy például felnevet, vagy valamilyen öröméri, akkor boldogan mosolyog, akár ugyanúgy, mint a másik előbb említett arcán, ugyanaz a képe, csak nem mindig ott van fönt, hanem mindig van valahonnan elindulnia és visszamennie, és amikor visszamegy ebbe a nyugodt kiegyensúlyozottságba megy, és innen indul föl, tehát ez a semlegesség fölött van egy kicsit mosolygósan. Akkor, amikor az arcod ráncos, akkor tudnod kell, hogy már kezdened kell magaddal valamit, tenned kell valamit azért, hogy egészséges legyél, mert hosszú távon valami nem fog stimmelni és zavarni fog téged. Azt is kell tudnod, hogy ha nagyon-nagyon pöröksz és nagyon fönt vagy, akkor valahol lehet, hogy becsapod magadat, valahol másokat is, és meg kell találnod ezt a pontot, a kiegyensúlyozottság pontját, ahol energetizálódni tudsz, és nem úgy, hogy kifelé mindig boldog vagy, befelé viszont van valami titok, amit még magad előtt sem mersz bevallani. Mielőtt folytatnám a többi jellel, hogy beszéljek a szponzorról, jó magamról, felhívom a figyelmeteket a videótárra. Videótáron rengeteg információt rakok el, amelyek segítségül szolgálhatnak bármilyen szituációban. Keressetek rá a kérdésekre, és ott lesznek a videók, akár a prémium vlogokban, vagy ott vannak a start konzultációk, ahol fiatal emberekkel beszélgetek, és ők tesznek föl kérdéseket, és ezekből a kérdésekből alakul ki egy-egy olyan megközelítés, amely hasznos lehet bárki számára. Tehát a videótáron további információk találhatóak, böngészhetek rajta, regisztráljatok, már regisztrációval is kaptok sok mindent, viszont a MaxPak előfizetéssel szinte a teljes videótár tartalmát mert tudjátok nézni teljes éven keresztül. A harmadik jelet az ébredésed körül keresgélt, többféleképpen ébredsz, három ilyen kategóriát állítok föl. Az egyik az, amikor fáradtan, görcsösen ébredsz, amikor semmihez nincs kedved, amikor
amikor valahogy a gyomrod is van keserű, nem aludtad ki magad, pedig aludtál akár 10 órát, nincs kedved fölkelni, nincs kedved hozzáfogni semmihez. Ez az a jel, amikor biztos, hogy kezdened kell valamit magaddal, más segítségre szorulsz, de nem mások segítségére, hanem saját magad segítségére. Tehát neked kell tenned valamit azért, hogy ez másképp történjen. Van egy másik ébredés, az, amikor neutrálisan kelsz, se ez, se az, lehet, hogy még aludnál, lehet, hogy mennéd tovább dolgozni, igazság szerint ez már egy jó állapot, ez az, amikor szinte kipihented magadat, nem feltétlen van nagyon sok plusz, nem vagy motivált, de el tudsz indulni az életben, már ez is az a jel, hogy valamihez hozzá kell kezdjél, mert nincsen olyan potenciál tartalékod, amellyel mondjuk egy nagyobb stressz helyzetben, vagy valami rossz hír esetén te talpon tudsz maradni, és a másnapod az boldog lehet, tehát rendbe tudod hozni a dolgaidat. A harmadik ilyen ébredés természetesen az, amikor teljesen kipihent vagy, amikor mosolygósan kelsz, amikor minden világos, és tetre kész, hogy tulajdonképpen ahogy fölkelti, abban a pillanatban legszívesebben nekiindulál a világnak és csinálnál a dolgodat. Ebben az esetben van kedved kimenni a házból, van kedved találkozni bárkivel. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy arrébb rakod a hegyet, mert nincs szüksége egy ekkora túlfűtöttségre, már az is bőven elegendő, hogy teljes nyugalomban vagy, és kipihennek érzed magad. Délutáni alvásoknál kapod meg például az ilyen eredményeket. A reggeli ébredést veszem viszont annak, hogy keressük ezt a jelet. Ha nem vagy ilyen, és bármelyik kettő másik állapot jellemző rád, akkor viszont oda kell figyeljél, és majd a prémium vlogban elmondom pontosabban, hogy mit kell csinálni ezzel. A negyedik jel egyfajta teszt során jön ki. Én ilyenkor leszoktam futni egy-két saroknyi távolságot. Ez nagyon rövid táv, gyakorlatilag semmi, és ennek az eredményessége az, ami megmutatja számomra, hogy kezdjek most már mindenképpen magammal valamit, vagy sem. Két sarkot, ha lefutsz, és nem megy, akkor ezt nem kell tovább mondjam, hogy mi az, amihez hozzá kell kezdje, tehát biztos, hogy ez már segítségért kiállt, és magaddal kell kezdjél valamit, aztán jön a szakember, aki veled foglalkozik. Ha megy, de nem élvezted, az is már egy súlyos olyan jelzés, hogy itt valami nagyon nem lesz rendben. Van aztán az az állapot, amikor megy, és kedved van hozzá, tulajdonképpen bírnád még tovább is, megjön a kedved, tehát nem hogy kedved van hozzá, hanem plusz kedved jön, és még futnál, két sarokról van szó, messze többet kell bírni ennél, erről is majd később fogok beszélni. Az ötödik jel a kommunikációban kereshető, például egy vita esetén, amikor valaki elmondja a véleményét rólad, vagy elmond valamit, és te vitába kerülsz vele, akkor ebben a vitában hogyan viselkedsz. Ha azonnal felhúzod magad, és nem lehet veled tulajdonképpen megbeszélni semmit, mert rögtön ideges vagy, akkor ez az a jel, amikor szintén valamit kell kezdjél magaddal. Amikor nem vagy ideges, de kiborulsz előbb-utóbb, akkor azt jelenti, hogy nincs elég tartalékod, nincs elég energiád ahhoz, hogy bárkit meghallgass, hogy egy vitát le tudjál zárni, vagy egy vitából ki tudja jönni győztesen. Nyilván az a jó, amikor a vita során te nem sérülsz, és egyáltalán nem is mész bele a vitába, nem is alakul ki a vita, mert veled nem lehet vitázni, mert benned van a megértés, és a megértő nyugalom az, ami rólad árulkodik. A harmadik variáció nyilván a megfelelő, amikor figyelsz, megértesz, és a megértésen keresztül megoldásokat tudsz felkínálni a másik ember számára is, és magad számára is. Ez az a állapot, amit el kell érni, tehát ez az a jel lesz, amikor már foglalkoztál magaddal, és észreveszed, hogy egy-egy vitában te ilyen tudsz lenni, és a másik embernek is ez tetszik, tehát nem csak te gondolod úgy, hogy az voltál, hanem a másik ember véleménye az, hogy te így tudtál viselkedni, és ezért hálás lesz neked. Ha ezen az öt területen bármelyikben látod azt a jelet,
ami nem kielégítő, ami nem jó, akkor mindenképpen kezdj hozzá ahhoz, hogy magaddal foglalkozz. Ne segítséget kérjél másoktól, ne adj segítséget másoknak, hanem magaddal foglalkozz, és magadat hozd rendben. Az a jó, ha csak az enyhe jeleket látod, és már akkor elkezded, mert akkor nagyon könnyen lehet mindenen segíteni. Hogy pontosan mit kell csinálni, azt a videótárban a Premium Vlogba fogom elmondani, egy külön bejegyzéshez, mert ez így túl hosszú lenne. Mostantól nem vasárnap fognak érkezni a vlogok, az elmúlt hetekben is volt, amikor kimaradt vagy később raktuk föl, ezeknek voltak technikai okai, illetve olyan okok, hogy egyszerűen nem értem rá. És az egyik oka nyilván az, ami az asztalomon volt, az a nagy káosz, és az is, hogy két sarok után lihegtem, és nem volt kedvem tovább futni. Tehát rengeteg olyan jel van, ami miatt magammal kell foglalkozni. A jó hír az, hogy ezt publikusan fogom megtenni. Tehát a jövőbeni vlog bejegyzések akkor lesznek publikálva, amikor készen lesznek. Az is lehet, hogy egy héten többször is lesz, és az is lehet, hogy ki fog maradni egy hét, vagy másfél hét múlva lesz a következő. Egyszerűen összeszedem azokat a pontokat, amiket most a jelek során felsoroltam, elkezdem felépíteni azt az utat, hogy hogyan kell magammal vagy magaddal foglalkozni, és ezt én most elkezdem csinálni, mert felkészülök, ahogy az előző vlogban is mondtam, felkészülök egy jövőbeni eseményre, jövőbeni tervekre, és ehhez sokkal több állóképességgel, sokkal nagyobb koncentrációt kell elérjek, és ezeket vlog formájában meg fogom majd osztani, hogy mi mindent csinálok. Tehát egy kicsit vlogosabb lesz az egész, és a videótáron is kibontok néhány tartalmat ebből, viszont itt is végigkövethető az, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy a jövőben megfelelő legyél, és a jövő kihívásainak meg tudjál felelni. Mindeközben persze rengeteg más témám is van, és ezeket közbe fogom szúrni, tehát most nem egy sorozat következik, és egymást követve erről fogok beszélni, mert ez egy hosszú folyamat, amit fel fogok építeni, de a részleteket meg fogom osztani, és egyéb más témák, ha bejönnek, akkor arról is fogok bejegyzéseket csinálni. Találkozunk tehát a következő vlogban. Nem tudom, hogy mi lesz, föl van írva nekem rengeteg téma, ami nagyon érdekel, hogy kidolgozzam és megosszam veletek, és elindulok egy bizonyos irányba, ez lesz a következő bejegyzés.